A békésemet fogadta a női röplabda magyar kupa elődöntőjének első mérkőzésén a Fátum Nyíregyháza. A vendégek Magyarországon több mint egy éve nem találnak legyőzőre, és most is végigvezettek az első szedben, de szoros volt az állás, csak egy-két pont volt a Fátum hátránya. A hajrát azonban jobban bírta Alina már BR-ese, és nyerte a játékrészt. A második szett is hasonlóan alakult, megint a végén volt pontosabb a Békés Csaba, és a nyíregyházi nevelésű Szakmári Gréta vezérletével már 2-0-ra vezettek a vendégek. A harmadik játszmában több volt a pontatlanság hazai oldalon, így a vendégek megnyerték a találkozót, és előnnyel várhatják a visszavágót. Ami nehézség volt, hogy az első két játszmában is mindig egy-két ponttal el tudott menni a Békés Csaba, utána nekünk kellett zárkózni, sikerült megint egy-két ponttal, tehát ez nehezítette egyébként a játékunkat. Ettől függetlenül az első két játszmával abszolút elégedett vagyok. Apró csiszolások kellenek, ugye viszonylag régen játszottunk mérkőzést, ez azért egy kicsit látszott. A nyitásunk az még mindig nem volt elég támadó jellegű, sok hibánk volt, az első szedben is talán 5-6 ponttal kaptunk ki, és biztos, hogy volt ennyi nyitásrontásunk, és a többi szedben is sajnos. Úgyhogy hát ezeket még mindig javítani kell, úgyhogy látjuk még mindig, hogy hova lehet fejlődni, mit kell gyakorolni, de alapjában véve gratulálok a csapatnak, mert szépen küzdöttünk és szépen mentünk előre. A két csapat január végén találkozik a visszavágón, de előtte bajnokit is játszanak a felek, szintén Békés Csaba.